Több körülmény is indokolta Tatán az ifjúsági kerekasztal megalakítását. Készül a helyi gyermekjogi és ifjúsági stratégia, mely dokumentumokhoz már korábban is kérte a város a diákok és a fiatalokkal foglalkozó szervezetek véleményét, hozzászólását. Mielőtt ezek a képviselőtestület elé kerülnének, még személyes egyeztetésre is sor került a Városháza Martin termében. Az elmúlt év a járvánnyal, a vírus helyzettel sajnos jelentős mértékben korlátozta a diák önkormányzat működését, és az elvégzett vizsgálatunk, az ifjúsági kérdőívünkből is azt a tapasztalatot szűrtük le, hogy egy új lendületre van szükség, újraindulásra, hogyha úgy tetszik, és ezt is szolgálja ez a kerekasztal kezdeményezés, hogy új szereplőket is meg tudjunk szólítani ezen keresztül, akik aztán tudnak nekünk segíteni abban, hogy a diák önkormányzatnak a munkája még aktívabb, még szélesebb körül legyen, és akit csak lehet, el tudjunk kérni rajta keresztül. A napi rendek közt szerepelt az első megyei ifjúsági bál, amelynek idén Tatabánya ad otthont, jövőre pedig várhatóan Tatára kerül majd a nagyszabású rendezvény. Ez október végén, október 24-én lesz majd Tatabányán, és itt szeretném megköszönni a tatabányai városi diák önkormányzatnak és a Tatabánya megyei jogúváros hivatalának is a közreműködését és a segítségét, hiszen tulajdonképpen most ezt ők kezdeményezték. Mi csatlakoztunk hozzá az önkormányzat, illetve a diák önkormányzat. Nagyon fontos beszámolóink vannak, hogy az elmúlt időszaknak a teljesítéseiről, illetve arról, hogy milyen programok várnak még ránk ebben az esztendőben. De november 20-án a Gyermekjogi Világnapon a gyermekeknek a szokásos évi közmeghallgatását is megtartjuk. Az ifjúsági kerekasztal találkozóira tervezetten negyed évente, vagy szükség szerint kerül majd sor.